Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Kairoszt, a Kaposvári Egyházmegye új havi katolikus krónikáját látják. Első adásunkban az elmúlt időszak történéseire tekintünk vissza. Andocs az egyik legismertebb magyar katolikus búcsújáróhely, melynek közel 300 éves temploma az elmúlt időszakban teljesen megújult. A Somogy megyei kistelepülés, Andocs az egyik legismertebb magyar katolikus búcsújáróhely, melynek középpontjában a magyarok védőszentje, égi édesanyánk Mária tisztelete áll. Az andocsi nagyboldogasszony templomot 1747 adventjének harmadik vasárnapján szentelte fel Padányi bíró Márton veszprémi püspök. A közel 300 éves templom és annak közvetlen környezete a közelmúltban teljesen megújult. A kolostor épület együttese külsejében megújult, illetőleg új térburkolatot kapott a épület teljes mértékben. Zarándoki lemhelyek megújultak, nagyon-nagyon konformosak lettek, illetve egy új kerti oltárt is kapott a búcsúra ide látogató híveknek a serege, hogy minél többen részt tudjanak venni a búcsúi szentmiséken. A felújított andocsi templomot augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén a búcsú alkalmából adták át ünnepélyesen. Az ünnepi szentmisét Varga László, a Kaposvári Egyházmegye főpásztora celebrálta, melynek keretében adta át és áldotta meg a búcsú helyet. Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, aki eljöttél hozzánk, hogy közöttünk lakjál a földön, áld meg ezt az oltárt, áld meg ezt a felújított kolostort, zarándokházat és a templom környékét, áld meg mindazokat, akik munkájukkal, áldozatukkal széppé tették ezt a kegyhelyet. Adj híveidnek hitet és hűséget, hogy ennek a zarándokhelynek tudatos, buzgó látogatásával az ő jelenlétük legyen házadnak igazi ékessége. Add, hogy mindazok, akik itt imáikkal hozzád fordulnak, érezzék irgalmas segítségedet, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az andocsi templom Mária kegyszobrának öltöztetése szintén több száz éves hagyomány. Az első díszes palástot Széchenyi Katalin grófnő adományozta. Mára már 364 ruhája lett a szobornak, mellyel a templom melletti Mária Múzeum Európa leghíresebb hasonló gyűjteménye. Az ünnep alkalmából szentbeszédében a megyés püspök az alázatot emelte ki Mária és Jézus példáján keresztül. Miért vagy boldog, Mária? Miért van tele magasztalással a szíved? Miért örülsz? Mária boldog, mert tekintetre méltatta őt az Isten. Boldog, mert alázatos. Az alázatos olyannak fogadja el magát, amilyen. Az alázatos ember se többet nem gondol magáról, mint aki valójában, se kevesebbet nem gondol magáról, mint aki valójában. Az alázatos ember azonos önmagával. És Jézus, akinek első tanítványa volt a szűzanya, három dolgot kér a követőitől, hogy tanulják meg. Tanulják meg az alázatot, tanulják meg a szelídséget őtőle, és tanulják meg az irgalmasságot őtőle. A szűzanya alázattal, szelídséggel és irgalommal teljes. Az ünnepi szentmisén részt vett Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is. Az andocsi felújítást közel 400 millió forinttal a magyar állam is támogatta. Olyan épületeinek a rendbehozatalához adunk támogatást, amelyek a közösséget szolgálják, szolgálják a hitet, szolgálják a zarándoklatokat, de szolgálják adott esetben a kulturális értéknek a megőrzését is. És Andocson ez történt. Fantasztikusan szép lett ez a
épület együttese, szabad így mondani, és bízom benne, hogy azokra is hatni fog, akik nem hívőként érkeznek ide. Azok is megéreznek valami olyat, amit a kereszténység az elmúlt 2000 évben közvetít egész Európa számára. A búcsún ezúttal is szép számmal vettek részt Mária tisztelő zarándokok. Van, aki gyalogosan jött, és sok olyan is, akik évtizedek óta látogatják az andocsik egyhelyet. A jó Isten idehoz, a Szuza Máriához évente ötször, attól függ, milyen idő van, akkor elszokunk mindig, holnap, minden hónap 13-án, akkor is elszokunk vinni. A jó Isten idesegített, és megköszönjük a Szuza Máriának, hogy máma is el tudtunk jönni. Ünnepi szent mise keretében áldotta meg Varga László megyés püspök a segesdi Szent László templom megújult oltárát és orgonáját. Az 1777-ben a ferencesek által barokk stílusban épült segesdi Szent László templom a térség egyik meghatározó szakrális központja. A templomban az elmúlt 150 évben nem volt a mostanihoz hasonló nagyságrendű fejlesztés. A magyar állam által is támogatott beruházás keretében az elmúlt időszakban restaurálták a főoltárt, új orgonát vásároltak, korszerűsítették a fűtési rendszert, megújult a templom és a Mária kegykápolna környéke. Az oltárt és az orgonát a Kaposvári Egyházmegye főpásztora ünnepi szentmise keretében áldotta meg. Kérünk, áld meg ezt a te tiszteletedre készített orgonát, add, hogy benned hívő gyermekeid, akik lelki énekeiket újjongva éneklik itt a földön, az örök élet örömeibe is eljussanak Krisztus, ami Urunk által. Varga László megyés püspök szentbeszédében arra hívta a híveket, hogy váljanak igazi tanítványokká a krisztusi úton, melyben segítőnk lesz Mária, aki példát mutat abban, mit jelent naponta felvenni Krisztus követésének keresztjét, mit jelent a feltámadás hitében végigjárni a saját keresztutunkat. Fájdalmas szüzanya, emléknapján szemléljük a szüzanyát, aki követte Krisztust, aki utánam akar jönni, mondja Jézus, az tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mária hitt Jézus szavának. Jézus elmondta már előre a tanítványainak, hogy harmadnapra elfogják, illetve elfogják, megölik, de harmadnapra föltámad. A tanítványok ezt nem hitték el. Ha elhitték volna, nem szaladnak el. A szűzanya elhitte, és ő a feltámadás hitével tudott végigmenni Jézussal együtt a keresztúton. Példát adva nekünk, hiszen minket is a tanítványságra, a követésre hív Jézus. Arra hív, hogy legyünk az ő tanítványai és követői. Az oltár és az orgona mellett a külső területek parkosítása is megtörtént, illetve a hangosítás is megújult, mondta el az egyházmegyének és a magyar államnak is köszönetet mondva a település polgármestere. Az első templomot a ferencesek 1295-ben építették, és például az újkor hajnalán 1534-ben három segesdi származású ferences volt házfőnök az országban, a ferences rend krónikája szerint. De említhetném azt is, hogy az 1980-as években négy segesdi születésű pap állt egyházi szolgálatban, közülük külön ki kell emeljem Seges nagyszülöttét, Bozsoki Pál Gerőt, aki az egyháztörténet területen alkotott maradandót. Varga László megyés püspök is köszönetet mondott az építőknek, a magyar államnak, valamint Kóré Mihály plébánosnak a segesdi felújítás során végzett munkáért. Mihály atyának köszönöm a szolgálatát a rábízott falvakban. Örülök, hogy ilyen hűségesen, lelkesen, szeretettel végzi a hivatását, és örömmel. Jó Isten áldjon meg, és tegyen szenté a hivatásodban. Magyarország a kereszténység védőbástyája volt, és most is az, mondta el a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.
A segesdi felújítást a magyar állam is támogatta, hiszen a település a magyar történelem kiemelt helyszíne. Soltész Miklós IV. Béla királyt méltatva arra emlékeztetett, hogy az uralkodó a tatárjárás végén Segesdről irányította a szinte teljesen elpusztított ország újjáépítését, munkájának köszönhetően pedig a nemzet néhány évtized alatt talpra állt. A második államalapítónként tisztelt király gyermekei közül 2 boldoggá, 2 pedig szentté avatott a katolikus egyház. Nem csak ide menekült rövid időre IV. Béla családjával, még 1241-ben, mielőtt a dalmát tengerpartokra ment volna, hanem ide érkezett vissza. És ez nagyon fontos, hogy tulajdonképp majdnem egy évtizeden keresztül sok-sok levelét, királyi utasítását, sőt a kancellária keresztül pénzügyi dolgokat is innen intézte, és innen kezdték el ezt a nagyon gyötört, teljesen lepusztított országot újra építeni. Az elmúlt időszakban örvendetes módon a Kaposvári Egyházmegye területén is számos fejlesztés és templomrekonstrukció valósult meg, mondta el az államtitkár, mely sorozat a jövőben is folytatódni fog. Az elkövetkezendő időben a püspöki székhelyen Kaposváron lévő Nagyboldogasszony Székesegyház teljes körű felújítása kezdődhet meg. A Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén megtartott ünnepi szertartáson Varga László, a Kaposvári Egyházmegye főpásztora, idén 4 diakónust szentelt pappá. Az együttlét mindig ünnep, a papszentelés nagy ünnep, 4 pap felszentelése pedig hatalmas ünnep, fogalmazott a szertartás elején Varga László megyés püspök. A Szent Mise keretein belül megtartott papszentelés során Somos László általános helynök a hagyományoknak megfelelően kérte az egyházmegye főpásztorától a jelöltek pappá szentelését, és a püspök méltónak találta a kiválasztottakat az áldozópapság rendjére. Varga László megyés püspök szentbeszédében a saját hivatása kapcsán átélt példával a megszentelt élet szépségére mutatott rá. Hiszem, hogy a Szentlélek munkája volt kinek-kinek az életében, az az ige, az a mondat, amelyet újmisés jelmondatként találtak, vagy rájuk talált ez a mondat, és hogyha nehéz, vagy dönteni kell, akkor javaslom, hogy térjetek vissza ehhez az igéhez. Nem véletlenül lett szentelési igétek az, amit akkor és ott ti választottatok. Az egyházmegye főpásztora a választott papi elmondatokat idézve látta el útravalóval a 4 szentelendőt. Ő általa, ő vele és ő benne. A Szentmise nagy doxológiája ez a mondat, amelyet Feri választott. Azt kívánom, kedves Feri, hogy miközben bemutatod a legszentebb áldozatot, tedd az életedet szentmisévé. Isten dicsőítő, egészen elégő szeretet áldozattá. És a többit nyugodtan rábízhatod a mennyei atyára. Varga László megyés püspök a híveket is Isten szavának mélyebb megismerésére és annak átélésére hívta fel. Nektek pedig, akik az általános papságban részesültetek a keresztség által, azt javaslom, hogy keressetek magatoknak életigét. Olvassátok Isten szavát, Isten igéjét, és válasszatok igét, olyat, amelyik a szíveteket és az elméteket egyaránt érinti, és fogadjátok el ezt az ajándékot Jézustól, és legyen ez az ige mindig vezérlő fénysugár az életutatokon, és segítsen benneteket és a jelenlévő paptestvéreket a szentelendőkkel együtt a legnagyobb karrierhez, hogy szentté váljatok. A szertartás keretében a kispapok a hívek előtt erősítették meg szándékuk komolyságát, majd tettek papi ígéretet.
A szertartáson a püspök kézrátétele és felszentelő imája által kérte a Szent Lelket a szentelendők életére. Az imádság után a paptársak öltöztették be a felszentelteket, miután a paptestvérek áldással és békecsókkal köszöntötték őket. Vida Zoltán választott papi elmondata, akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok, ha futnak, nem lankadnak, és ha járnak, nem fáradnak. Szeretném a fiatalokat megszólítani, hiszen úgy gondolom, hogy a jövő egyháza belőlük fog megépülni, belőlük fog épülni. De ma fiatalságából lesz a 10-20 év múlva felnőtt, és valahogy őket kéne megfogni, de úgy, hogy persze a felnőtteket és az idősebb korosztályt se hanyagoljam el. Tölgyesi Dávid Buzsákról származik, 24 éves, két testvére van. Vallásos családból származik, és már gimnazista korától érezte az elhívást. Nekem az a papi elmondatom, hogy az élet útjára tanítasz engem, színed előtt az öröm teljessége, sobbodon a gyönyörűség mindörökké. Picit azért is ezt választottam, mert ebben a mondatban benne van az, hogy folyamatosan van bennünk egy folyamatos tanulási folyamatban vagyunk, papként is, nem zárult le számunkra a szeminárium elvégzésével egy ilyen szakasz, hanem folyamatosan papként is az újdonságok felé nyitottnak kell lennünk, hogy minél jobban az embereket szolgálhatjuk, és mint Krisztus emberei legyünk a nép előtt. A negyedik szentelendő, Koszorú Péter, 26 éves. Egy Zala megyei kisfaluból, 5 gyermekes családból származik. A homokkomáromi imatáborokban érezte meg az Úr hívását, mely a gondolkodás szépsége mellett a vágyjal is megajándékozta. A teológiai tanulmányaim során jutottam el végül is arra a gondolatra, ahhoz a gondolathoz is, amit aztán a papi működésemnek mint egy mottójául választottam, és ez is áll az újmisés képemen, mégpedig Szent Páltól egy idézet, hogy mi azonban a megfeszített Krisztus hirdetjük nektek. És azt hiszem, hogy ez nagyon szépen összefoglalja mindazt, amit én a papságról gondolok, illetve amit a papi működésem során szeretnék kibontakoztatni. Az ünnepi szentmisén az újmisés atyák elsőként a püspököt áldották meg, majd a szentmise a főpásztor áldásával fejeződött be. Köszönöm figyelmüket, ne feledjék, velünk az Úr, dicsértessék a Jézus Krisztus!